Az nem 2005-ben volt, hát az biztos, hogy a 80-as évek koncertjein, Európa kiadó koncertjein, Kontroll koncertjein, Balaton bizottság koncertjein találkoztunk, összefutottunk, szóval tudom is, hogy ott a Zicsi Parkra például emlékszem, Zicsi kastély kertjében ott emlékszem rá, hogy találkoztunk is. Nyilván sokszor találkoztunk, de az egy nagy társaság volt, aki a 80-as években ezekre a koncertekre járt. Én erre emlékszem első találkozásra, de ez úgy az időben eltűnt valahogy nagyon. És akkor utána, amikor az Árpulnak a Paula Jede utcai pincéjében elkezdődtek a kiállítások, akkor ott azért többször találkoztunk az évek folyamán. És amikor igazából úgy találkoztunk, hogy sokat beszélgettünk is, és valamiben közösen belekezdtünk, az 2005-ben volt, amikor valamit keresni, vélhetőleg valamit keresni, de mentem a Liszt Ferenc térre, és ott emlékszem, hogy a Gyuri ült a kis szobájába, és elég rossz hangulat volt, tehát a Julinak is olyan rossz kedve volt, és elég gyorsan kiderült, hogy baj van, hogy meg akarják vonni a támogatást, vagy annyira kevés, hogy abból nem lehet fenntartani tovább az Árpult, és mondta a Gyuri, hogy hát lesz egy újsághír, hogy vége, azt annyi. És akkor én hirtelen fölindulásomban mondtam, hogy hát most akkor tényleg annyi, nem lehetne valami fesztivált csinálni, vagy valami olyan eseményt, egy demonstrációt, ami egy támogató buli lenne, ami fölhívná a figyelmét tehát a médián keresztül valahogy egy kicsit érdekesebben tálalni azt, hogy baj van, mint sem, hogy egy sorba leírni, hogy vége. És akkor akkor kerültem a Gödörbe is, ilyen külsős munkatársként is, és itt nagyon nagy kedvel fogadták azt, hogy legyen egy kétnapos demonstráció, ahol a régi kollégák, a művésztársak, még a boglári időkből is művésztársak, például a Márta Pista többek között, most miután jött eszembe. Hát gyakorlatilag mindenki mozgósít. Ható lett két napra, és egy két nagyon szuper nap volt itt, és talán én úgy emlékszem, hogy eredményes is. Igen, tehát eredményes valami is. Jobbra fordult. Úgyhogy erre emlékszem, hogy akkor úgy nagyon sokat, 2005-ben elkezdődött egy ilyen intenzívebb kapcsolat, és aztán ott vidéken is, Kapolcson is volt szerencsém vendégeskedni egy kicsit náluk, egy kiállítás megnyitó kapcsán, ami ott az ottani kiállító helységükben volt. Úgyhogy igazából a bajban kezdődött el az intenzívebb, és a 21. században az intenzívebb kapcsolatunk, én úgy emlékszem. Az Árpul websájtját azt 2005 óta rendszeresen használtam, mert közben hát igazából akkor figyeltem én is jobban oda arra, hogy bár mondom, kiállításokra jártam, de azt, hogy milyen munka folyik, milyen komoly munka folyik ott, tehát egy fejlesztés, azt akkor vettem észre, bár lehet, hogy onnantól kezdődött el, mikor gáz volt, onnantól kezdődött el egy ilyen intenzívebb jelenlét demonstrálásaként egy aktívabb, interaktívabb felületnek a kidolgozása. Azt rendszeresen szoktam használni, hogyha a hazai 89 előtti korszakból bármire szükségem van. Tehát hogy azt én jónak tartom arra, hogy bizonyos munkákhoz onnan dokumentumokat találjak. Meg hát azért figyelemmel kísértem ott a Liszt Ferenc téri helyen azt, hogy az a rengeteg digitalizálásra váró anyag mi is. Úgy nézegettem, hogy például amikor én benn voltam 2005-ben éppen, akkor valakik a Molnár Gergelyt akarták földolgozni, egyetemisták, úgy emlékszem, hogy akkor éppen akkor bukkantak föl, vagy akkor kezdődött el az a munka is, Molnár Gergely munkáját. Úgyhogy
Aztán így visszamenőleg kezdtem el nézni, hogy mi minden történt, meg visszamenőleg kezdtem el foglalkozni azzal egy bizonyos saját projekt kapcsán, egy ilyen underground művészeti oldal álmával kapcsolatban, hogy mik is voltak azok a munkák, amik annak idején ott a Kápolna kiállító teremben is, meg az odáig vezető események, ilyen művészeti események, meg az onnan következő, abból következő történetek. Szóval, hogy végül is most arra sokkal több mindent tudok a Gyuriék tevékenységeiről, mint a Mélártról is, mert elkezdtem, amikor a Szépművészeti Múzeumban volt egy nagy kiállítás, arra is elmentem. Szóval, hogy úgy jobban figyelni kezdtem a múltra is, meg arra is, hogy a jelene mi ennek a dolognak, vagy mondjuk a jövője, amit ők elkezdtek annak idején, és az Árpulba úgy folyamatosan csinálnak.